Mi a város 2016-os költségvetési koncepciója, milyen elképzelések alapján fog pályázni a városvezetés, összefoglaljuk a képviselőtestület jövő évi terveit. Egy új országos ranglista szerint a Jászberényi Leelvezér Gimnázium a második legjobb középiskolai intézmény hazánkban. Bemutatták az idei jársági évkönyvet, mely az eddigi vélemények alapján minden idők legjobbja lehet. Felvillant a rózsaszín gyertya lángja is a városi adventi koszorún. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Berényi Hírmondót látják. Mi a város 2016-os költségvetési koncepciója, milyen tervek és elképzelések alapján fog pályázni a városvezetés és mire? Ezekre a kérdésekre adja meg a választ a költségvetési koncepció, melyről múlt héten tárgyalt a testület, döntés után magazinunkban pedig dr. Szabó Tamás polgármester értékelt. A 2016-os országos költségvetéssel a megszokottaktól jóval korábban, már az év elején elkezdett foglalkozni a parlament. A 2016-os év az adócsökkentés költségvetését hozhatja, hiszen olyan előterjesztést fogunk készíteni, amelyek alapvetően ezekre a legfontosabb döntésekre koncentrálnak majd. Bizakodó a Nemzetgazdasági Minisztérium, mert a 2016-os büdzsé tervezetében 2,5%-os gazdasági növekedéssel, 1,8% és 2%-os inflációval, illetve nagyjából 2%-os államháztartási hiánnyal számol. Ez a többlet finanszírozná a tervezett adócsökkentéseket. A még 2015 áprilisában bejelentett változásokban megjelentek az SZIA 1%-os csökkentése, a 2019-ig egyenletesen bővülő családi adókedvezmények, az áfa csökkentés vagy a foglalkoztatás bővítés. Ezek mindegyike meghatározza a 10-11 ezer jászberényi család életét, miközben a kormánynak komoly elvárásai vannak Jászberénnyel szemben. Azok a települések, amelyek valamilyen módon többletbevételt tudnak produkálni, magyarul az adóerőképességük, az adóbevevő képességük az nagyobb mértékű, azok a település működtetésében egy bizonyos részben, ez 25%-ig, tehát negyed részéig menően vállaljanak szerepet. Ez a szerepvállalás Jászberény esetében 25%, amit a helyi költségvetésből kell a városnak biztosítania, de ez nem veszélyezteti a stabil és kiegyensúlyozott városi működést. Ezt a költségvetési tervezet vitájában is megerősítette a polgármester. Szándékunk továbbra is a megbízható, stabil, kiegyensúlyozott működtetés és a határozott eredményeket hozó, mert megnyilvánuló fejlesztés a város szempontja, vagy város érdekében. A város kötött működtetése mellett a költségvetés másik nagy eleme a fejlesztések. Ebben az uniós, országos és megyei pénzekre is jó eséllyekkel startol az önkormányzat. Miért is nem sikerül megvalósítani nagyobb célokat? Önöknek is, vagy ha úgy tetszik, nekünk is, vagy a korábbi képviselőtestületnek legalább három ilyen nagy célja volt, ami nem valósult meg, két kiemelt beruházás és a várost megkerülő körgyűrű. Na most a költségvetési koncepció és a költségvetési tervezet, amely előtt állunk, alapvetően mindig ezeket a célokat próbálja valahogy lebontani az adott időszakra, és nyilván ez is erről szól. Alapvetően én ebből ezt a fajta szemléletet nyilván hiányolom. Ez már a 2016-os költségvetési koncepció egyik ellenzéki kritikája. Gede József szerint a kormányzat nem támogatja eléggé a jászberényi törekvéseket és kiemelt fejlesztési prioritásokat. Ilyen az elkerülő út sok éve húzódó kérdése, amit főként a lobbyerő számlájára írt. Az biztos, hogy mindent megtettünk ebben a kérdésben. Legutoljára például most a megyei közgyűlésen éppen terítéken volt az elkerülő út és az útfejlesztés, és ott is a megyei közgyűlés kiemelt 5 megyei projekt közé betette, úgyhogy a kormányhoz fordultunk direktben a megyei közgyűlés, a megye gazdaság élete egyáltalán az élet élhetőség szempontjából ennek a fejlesztésnek a szükségessége, a fontossága terén. A polgármester válaszaiban kifejtette, hogy a városfejlesztése szempontjából egy 5 milliárdos fejlesztési igény csomag és egy tehetséges pályázati tím dolgozik azon, hogy Jászberény a legjobb pozícióból induljon a 2016-os pályázati versenyben. December 10-én ünnepi hangulatban adták át a felújított Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény épületét, a 200 millió forintos beruházásból teljes körű akadálymentesítést, fűtéskorszerűsítést és hőszigetelést végeztek el az épületen, a munkával közel 8 hónap alatt végzett a kivitelező.
Így nézett ki februárban a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény az átalakítások előtt. Az épület egyes szárnyai már régóta igényelték a felújítást, ugyanis egymástól eltérő időpontban készültek. 8 hónap alatt teljes körű akadálymentesítést, fűtéskorszerűsítést és hőszigetelést végeztek az épületen, továbbá új ruhaszárítógépeket vásároltak. A felújított intézményt december 10-én adták át, ahol Pócs János országgyűlési képviselő köszöntötte elsőként a meghívottakat. Így karácsony táján igazán méltó ajándék az idősek számára egy ilyen otthonnak a felújítása, hiszen végül dolgozták az életüket, értünk azért, hogy a mai kornak egy kicsivel jobb legyen, és ha valaki megérdemli egy tisztább, rendezettebb, szebb környezetet, akkor ők biztos, hogy megérdemli. Dr. Szabó Tamás polgármester köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a kapacitás bővítés mellett a legfontosabb cél az ellátás színvonalának javítása, illetve az ideális lakókörnyezet kialakítása. Ezt támasztotta alá Bódi Éva, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője is, aki elmondta, hogy az államtitkárság is olyan pályázatokat ér ki szociális területen, melyek az életszínvonal javítását szolgálják. Az elmúlt években egyre inkább arra törekedett az államtitkárság, hogy a nagyobb nehézséggel, nagyobb problémával küzdő személyek számára próbáljanak egyre jobb szolgáltatást tudni biztosítani a fenntartók, az intézmények, az intézményben dolgozók. Ezt a célt most egy lépéssel közelebb hozta ez a 200 millió forintos beruházás, melynek nagyobb részét, mint egy 178 millió forintot pályázati forrásból, 20 millió forintot pedig az önkormányzat önerőből finanszírozott. Anyagiakat illetően a pályázat, ami majd 180 millió forint nagyságrendű volt, ez teljes mértékben uniós forrásból finanszírozható volt, de természetesen a városnak a munkája az előkészítésben, a pályázatbeadásban, a menedzselésben az véges végig jelen volt. Majd ezt követően azért merültek fel olyan igények menet közben, amelyek már kifejezetten pénzbeli hozzájárulást vagy segítséget is igényeltek, úgyhogy körülbelül egy ilyen 5-5,5 millió forintért még pluszban bizonyos munkálatokat már a város finanszírozásában tettünk hozzá. A kivitelezés több szempontból is körülményes volt. A 8 hónapos munka alatt az intézményben teltház volt, így a felújítás alatt álló szárnyból ideiglenesen másik szobákba költöztették a lakókat. Nagyon várták a felújításnak a végét, és nagyon örültek annak, hogy sokkal szebb és korszerűbb lett az otthonuk, hiszen ez az itt lakó időseknek az otthona. Teljes egészében megfelelünk a tárgyi feltételeknek, hiszen mozgáskorlátozottak részére kialakított fürdőszobák, mellékhelyiségek lettek átalakítva, amelyek már a 21. századi elvárásoknak is megfelelnek. Próbáltuk a felújítás során a falak színét, a bútorzatokat úgy kiválogatni, hogy egy szebb, otthonosabb légkört tudjunk belülről is teremteni. Az állandó teltházzal és hosszú várólistával működő intézmény jelenleg 104 fő ellátását tudja biztosítani. A városvezetés tervei szerint a következő lépést a kapacitás bővítés felé teszik, melyhez folyamatosan keresik a pályázati forrásokat. Befejeződött a Régiókom térségi kommunális szolgáltató társulás szilárd hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése. A beruházás eredményeként a Jászberény, illetve a Délhevesi kistérség 32 településének 30 ezer háztartása valós termelt hulladék mennyiségével arányosan fog fizetni a jövőben a kommunális hulladék elszállításáért. Rövid híreinkben többek között erről is hallhatnak. Ma még így működik a rendszer, hetente viszik el a régi kukásautókkal az ömlesztett kommunális hulladékot, ha tele van, ha nincs, ugyanannyi díjat határoz meg a rendszer. Részben ez fog változni, mert a korszerűbb technológiáknak köszönhetően jövőben a súly lesz a lényeg, az, hogy milyen nehéz a szemetünk, ez alapján igyekeznek a szakemberek egy mindenki számára megfelelő díjszabást kialakítani. Mindezt pedig ez a chip teszi lehetővé, melyet a térségben 30 ezer háztartásban szereltek, illetve szerelnek minden a rendszerben szereplő hulladéktároló edényre. Ez hivatott arra, hogy minden egyes ürítési eseményt rögzítsen, annak az azonosítónak a segítségével, amit elhelyezünk a kukákon, ez egy elektronikus azonosító, egyedi
teljesen, a világon sehol nincs belőle másik, és gyakorlatilag egy meghatározott hatótávolságon belül tudja azonosítani a GPS koordinátát, az edénynek a tulajdonosát, az ürítési esemény címet, és minden olyan egyéb fontos információt, amit a szolgáltató kér. Ennek a párját, a control boxot pedig az új hulladékgyűjtő gépjárművekben találjuk, melyeket a Mud Hungary Kft. Szállított le. Mind felépítmény, mind alvász tekintetében, tehát Euro 6-os legkorszerű motorral szerelt hulladékgyűjtő járművekről van szó, illetve a felépítmények tekintetében is tömörítőképesség ötszörös, és a legmodernebb uniós és magyar szabványoknak megfelelő munkavédelmi és biztonsági szempontok megfelelő berendezésekről beszélünk. Az IT-rendszer része a mérést követő azonnali számítás, egy online felületen pedig alig egy percen belül láthatjuk, hogy mennyit kell majd fizetnünk szemetünkért. A rendszer próbaüzem után tavasszal indul. A nagyjából 600 milliós projekt az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alap társfinanszírozásával valósult meg. Ki, mit tud még a méhecskékről? Meséljetek, mondja. Kaptárja van! Kaptárja van. Kell neki a kaptár? Igen! Igen. Abban kicsit ilyen mésze! A Szivárvány óvoda adott otthont december 14-én hétfőn délelőtt annak a méhészeti előadásnak, amelyet kifejezetten az apróságoknak szerveztek. A gyermekek láthattak igazi virágport, méhviaszgyertyát készítettek és különféle ízű mézeket kóstoltak. Az ízlelő bimbók megdolgoztatása közben jutott idő némi csevelyre is. Szoktatok otthon mézes süteményt tenni? Ugye most közeledik a karácsony, és például a mézes kalácsban is ugye van méz. Mi anyából fogunk majd mézes kalácsot. Közösen csináljátok? Majd szünetbe vagy valamikor. Az előadás végén kóstolt mézeket Csomor Imre méhészmester biztosította, aki elmondta, hogy a mai rohanó világban nem tudunk odafigyelni az egészséges étkezésre. A méz pedig segíthet abban, hogy teherbíróbbak, egészségesebbek legyünk. Szerintem elképzelhetetlen az, hogy egy család, aki odafigyel egy picit saját magára, a saját maguk egészségére, az ne szeresse a mézet, a mézeti termékeket. A méhészmester azt is elárulta, hogy ebben a hűvös időszakban légúti kór esetén érdemes akácmézet fogyasztani, a torkunkkal pedig csodát művel a hársméz. Az évvégi ünnepek alatt a korábbi esztendőhöz hasonlóan a Jászberényi Rendőrkapitányság fokozottan ellenőrzi illetékességi területén lévő bevásárlóközpontokat, boltokat, piacokat, illetve azok környezetét. Ebben az időszakban a kereskedelmi üzletek forgalma jelentősen megnövekszik. A bűncselekmények megelőzése érdekében kérik a lakosokat, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a vagyonbiztonságra. Arra kérjük őket, hogy értékeikre fokozottan figyeljenek. Ha megérkeznek a bolthoz kerékpárral közlekedve, a kerékpárt mindig rögzített tárgyhoz lakatolják le. Ha leparkolnak a gépkocsival, azt zárják be, ellenőrizzék is le, hogy ablakot fölhúzták, működésbe hozták a riasztóberendezést, illetve hogy a gépjármű utasterében semmiféle értéket ne hagyjanak. Érdemes betartani pár apró szabályt abban az esetben is, ha ünnepekre elutazunk és üresen hagyjuk a lakást. Mielőtt elutaznánk otthonról, többször ellenőrizzük le, hogy a lakásnak, háznak bezártuk-e az ablakait, ajtókat, melléképületet, garást, illetve az udvaron értékeket véletlenül sem hagyjunk kint, hisz ez is fölkeltheti az elkövetőnek a figyelmét. Ha megkérjük a valamelyik szomszédot, rokont, ismerőst, hogy menjen el és nézzen rá a házunkra, ürítse ki a postaládánkat, illetve megadjuk a telefonos elérhetőségünket, hogy bármikor tudjon bennünket értesíteni, az számunkra is egy megfelelő biztonságérzetet fog nyújtani. A lopások számával párhuzamosan a közúti balesetek száma is növekszik az év végén. A gépjárművezetőktől azt kérik, hogy a lehetőség szerint nappal is használják tompított fényszóróikat, csökkentsék járművük sebességét és hagyjanak nagyobb követési távolságot. Új országos gimnáziumi rangsor jelent meg december első hetében a hírportálokon. A lista dobogóján az előkelő második helyet szerezte meg a Lehel Vezér gimnázium, melynek szemléletében az eredményesség mellett a nyitott világnézet és az értékteremtő közösség is nagy szerepet játszik. Az év második felében a HVG minden esztendőben rangsorolja a középiskolákat. Kiadott kötetében bemutatja a 100 legjobb gimnázium és egyéb oktatási intézmény kompetenciaméréseken alapuló sorrendjét. Eddig ez volt a hivatkozási alap és a szülők, illetve diákok egyik hiteles forrása a választáshoz.
Az Index hírportál egy a napokban megjelent cikkében viszont egy egészen más megközelítésből készült sorrendet mutatott be olvasóinak. Ennek egyik alapja, hogy a listán szereplő gimnáziumok jobbak abban, hogy a hozzájuk kerülő vegyes teljesítményű és adott esetben rosszabb családi hátterű gyerekeket fejlesszék, teljesítményüket közelítsék az országos átlaghoz. Vagyis a készítő, Nahalka István oktatáskutató megpróbálta kialakítani a hozzáadott érték alapú rangsorolás módszerét. Mi a véleményük a mellettünk lévő Lehel Vezér gimnáziumról? Lehel Vezér gimnáziumról? Nagyobb fiam ide járt, és én nekem csak jó véleményem van róla, úgyhogy szerintem nagyon jól működik. Én vidéki vagyok, Jászboldogházi, úgyhogy onnan is sokan járnak ide ebbe a gimnáziumba. Úgy gondolom, hogy akik itt tanulnak, nyitva áll előttük a felső oktatás. Ezen a listán a járókelők által is nagyra becsült Lehel Vezér gimnázium az előkelő második helyen végzett. A Jászberényi Lehel Vezér gimnázium az a Jászság gimnáziuma. Azért is hozták létre. És ebbe hiszek én, mint nem született Jász. Az a feladata, azért tartotta eddig fenn Jászberényi Város önkormányzata, és most is azért támogatja ez a közösség, hogy az itt született diákoknak lehetőséget biztosítson arra, hogy eljussanak a felsőoktatásba, azon keresztül, hogy egy intelligens, és nagyon fontosnak tartom, hogy a világra nyitott ez a kifejezés elhangozzék, mert ilyen a szellemiség ennek az iskolának, ilyen fiatalok jussanak el a felsőoktatásba. A lista első helyére a 8 osztályos esztergomi Dobó Katalin gimnázium került, a második helyre a Jászberényi Lehel Vezér gimnázium, a harmadikra pedig szintén a megyéből a Mezőtúri Református Kollégium. Yes, exactly. Az elvégében a kulcs szó a tehetség. Itt igyekeznek a családi háttértől függetlenül olyan oktatást biztosítani, mely a versenyképes tudásnál is többet nyújt a diákoknak. Ilyen többlet a felkészült és elhivatott pedagógusi kollektíva. A fejlett technológiával elérhető innovatív oktatást képviselő Samsung Smart School, vagy a generációkon át öröklődő leheles közösségi kohézió. Van egy közösség, amely ezt az iskolát most már 249. éve fenntartja. Ez a Jászság közössége, és azt gondolom, hogy büszke az, aki ebben az iskolában érettségizett, ide járt, és hát generációk jönnek el hozzánk, apáról fiúra, anyáról fiúra, vagy lányra szállnak ezek a lehetőségek, és egy olyan légkört teremtünk, amely megerősíti ezt az érzést a diákokban, illetve akár a szüleikben is. Hányszoros kovalenskötés alakul ki, Balázs? Tehát nem csak az eredményességet hajszolja az iskola, amiben ettől függetlenül még mindig kimagasló, hanem nyitott világszemléletével az oktatás mellett az értékes fiatal felnőttek kinevelésében is szeretne élen járni. Eddig ezt az akadályt sikerrel vette a Jász Főváros gimnáziuma. B. Metszett C. Halmaz elemei. Korábban már bemutattuk önöknek azt az önkéntes ifjúsági fiatalokat tömörítő csoportot, melyet 2008-ban Tóth Csaba és Szikszai Nikolát alapított. Facebookos közösségük közel 800 elvi támogatót számlál, és képviselőik szinte minden jársági településen megtalálhatóak. A karácsony közelettével ismét adakozásra kérték a járság lakóit, több mint 100 doboz ajándékot gyűjtöttek a rászoruló és a beteg kisgyermekeknek, amit december 15-én személyesen adtak át Jászberény 3 intézményében. Dobozolás, szortírozás, logisztikai eszmecserék. Így készültek a jársági fiatalok a karácsonyi adományozást megelőző napokban Jászapátin. Ez volt a fő hadiszállás és egyben az ajándékok utolsó előtti állomása, melyeket a térség 9 településéről gyűjtöttek össze. Gyűjtésben résztvevő települések. Jászapáti, Jászfényszaru, Jászkísér, Jász... A felsorolásból is kiderül, hogy a Jászság szinte minden településén van egy-egy képviselője az önkéntes csoportnak. Ők azok, akik évközben tájékoztatják a lakosokat erről a jó szándékú kezdeményezésről, majd a szortírozásig elraktározzák a felajánlásokat. Felhívásukra rengetegen válaszoltak és adakoztak, kisgyermekektől egészen a nagyszülőkig. Kinek a csomagja ez? Csató István. 95 ő? Éves. Ő a legidősebb? Igen, legidősebb rendszeres adományozónk. Mi van a csomagban? Édességek. Édességek, játékok, ruhaneműk, több száz tárgyi felajánlás érkezett a karácsonyi adományozásra. Minden felajánlást sortírozunk, külön a női, illetve a lány ruhát, illetve a játékokat, élelmiszercsomagokat, friss felajánlásokat.
és úgy rakjuk dobozba, majd ha ez megvan, akkor dobozra rakjuk a papírt, hogy mindenki lássa, mi van a dobozban. Miután mindent gondosan kiválogattak, bedobozoltak és felcímkéztek, már csak egy dolog volt hátra, a kiszállítás. A karácsonyi adományozás első állomása a Szent István körúti általános iskola és speciális szakiskola volt. Ebben az intézményben hátrányos helyzetű és autizmussal élő gyermekeket oktatnak a tanulásban akadályozott diákokkal együtt. Á, kis kutyusos kép, nézze már! A gyerekek nagyon boldogok voltak, hogy kaptak ajándékokat. Először közösen vettük át őket, utána meglátogattuk minden gyereket az osztálytermekben, és tulajdonképpen nem is kellett szóval kimondani azt, hogy köszönöm, hiszen a segítők is, ahogy végignéztem rajtuk, meghatottan könnyes szemmel néztek végig a gyerekeken, akik a szemükkel, illetve a mosolyukkal hálálták meg ezt a nagy dolgot. Nagyon, nagyon sok adományt kaptunk, és nagyon kedvesek voltak, szívélyesek, nagyon-nagyon örülnek a gyerekek. Sajnos ők nem mindig jutnak hozzá ilyen ajándékokhoz, és ezért is kiemelkedő fontosságú, hogy hozzájussanak itt az iskolában már, ha otthon nem is. Az önkéntes fiatalok minden termet végigjártak az iskolában. Kekszekkel, szaloncukrokkal és meg annyi édességgel lepték meg a tanuló diákokat, majd elindultak az adománykörút következő állomására, a Maci óvodába. A lurkók karácsonyi dalokkal és versekkel köszöntötték a csoportot, s már kíváncsian ragyogó szemekkel várták, hogy mit rejtenek a terem közepén elhelyezett dobozok. A dobozbontás pillanatai elárulták, hogy mekkora örömet is tudnak okozni azok a játékok, melyek magukban hordozzák azt a sok-sok szeretetet, melyet korábbi gazdáiknak is okoztak. Ezek a momentumok azok, melyek nyomot hagynak a példamutató önkéntes csapat emlékezetében, és ösztönzik őket arra, hogy ezt a karitatív tevékenységet a jövőben is folytassák. Szerintem az, amiért megéri csinálni, nyilván az, amikor átadjuk azt, hogy látjuk a gyerekeken a mosolyt, az örömet, és hogy szavuk eláll, például amikor az iskolában voltunk, meglátták a tévét, és szóhoz sem jutottak. Tehát szerintem az örömért érdem, és az, hogy nem kell mondani semmit, de a szemük beszél, már hálásak. Nagyon örülünk annak, hogy ebben az irányban elkezdődik a fejlődés a környezetünkben, hogy az emberek azt felfedezik, hogy mennyire jó adományozni, karácsonytól függetlenül, vagy karácsonykor is. Ez nagyon nehéz visszaadni, mert ezek még nagyon pici gyerekek, De akkor is ez fontos az ő életükben is, hogy találkoznak olyan fiatalokkal, fiatal felnőttekkel, akiknek eszébe jut, hogy vannak kicsi gyerekek vagy sérülő gyerekek a környezetükben, és összegyűjtenek, összefognak, és mindenki egy picit ad, és egy ragyogó ajándék halmaz van most itt a tornaterem kellős közepén, aminek nagyon örülünk, mert a játékokból egyrészt soha nem elég, de ebben az adományban úgy látom, hogy sok fejlesztő eszköz is van, és nekünk ez nagyon fontos, mert nálunk 30 sérülő gyerek is nevelkedik. A rengeteg ajándékból minden óvodás lurkónak jutott legalább 2-3 darab matchbox, plüssállat vagy mesefigura. Miután a fiatalok átadták a játékokat, pár pohár forró tea után útnak indultak a nap utolsó helyszínére. Ez már a Szent Erzsébet Kórház gyermekosztálya, ahol az önkéntesek a kórtermek lakóinak hoztak sok-sok meglepetést. Köszönöm. Ez nagyon kedves végül is, hogy így gondolnak a gyerekekre is. Szerintem ez nem csak a gyerekeknek, de végül is így mindenkinek boldogságot okoz. Úgyhogy... És nektek milyen érzés volt, ti is kaptatok ajándékot? Hát, meglepő. Szerintem ez jót tesz a gyerekeknek. Szerencsére a kórházban a vártnál kevesebb ajándék talált gazdára, ám a december 15-i Jászberényi adománykörúttal még nem ért véget a csoport munkája. Az önkéntes fiatalok december 19-én szombaton a Tűzoltó utcai gyermekklinikára visznek adományokat.
Pénteken este a felszállott a páva döntőjében ismét jársági sikerért szurkolhatunk és szavazhatunk, mert Busai Bori és a békési Mahovics Tomi a nézőknek köszönhetően bekerült a Népművészeti Tehetségkutató műsor gyermek szériájának élmezőnyébe, ahol pénteken a nézők dönthetnek arról, hogy kategóriánként melyik lesz a legnívósabb produkció. Az aprócska párocska a héten Jászberényben próbált, amikor meglátogattuk őket. Hát így robta az aprócska párocska a középdöntőben, akik a somogyi botolóval ismét nagy sikert arattak. Most milyen volt a somogyit táncolni? Most is úgy kitáncoltátok magatokat, mint a kalocsainál? Szerintem igen. Nekem ugyanúgy volt, és ugyanolyan jó volt, amíg egy nagyon picivel jobb, még ha nem is kaptunk maximális pontszámot. Én szerintem mindkettő ugyanolyan jó volt. A december 18-ai döntőben itt lesz velünk, az nem más, mint Busai Bori és Mahovics Tomás! Szívből gratulálunk nekik! Mit szóltatok a zsűri értékeléséhez? Mert most először mondtak kritikát. Ahhoz mit szóltatok? Én örültem. Annak is? Igen. Én örültem meg egy nagyon picit. Nem, de nagyon igen azért. Hát az meg aztán nagyon szép pillanat volt, amikor volt a végén ugye az eredményhirdetés, és akkor kimondták, hogy a nézők rátok szavaztak a legtöbben, és ott összekapaszkodva sírtatok és örültetek. Meséljetek már erről nekem, hogy milyen érzés volt, mikor megtudtátok, hogy tovább jutottatok. Nagyon jó érzés volt, én nagyon örültem, és alig tudtam kibírni, hogy mégis tovább tudtunk jutni a döntőbe, és én ennél kevesebbre számítottam, hogy nekem eddig is annak is nagyon örültem volna, úgyhogy csak a táborig eljutottunk volna, de hát nem, hanem a döntőig is eljutottunk szerencsére. Tomi, te mit éreztél? Én is nagyon-nagyon örültem, meg én még annak is örültem, hogy most a második közében legelején ott voltunk mi is, már visszanéztem a Mediaklikken, ugye, Bori? Igen. Mivel készültök most a döntőre? Milyen táncok? Gömöri botoló és friss csárdás. Bori szépen kifordult, pont oda fordult Bori felé, és akkor ebben nem lehet látni. Téged nem lehet látni, hogy mit csinálsz. Pont ezeket a szép csapós figurákat nem lehet látni, csak oldalról. Mit kell tudni erről a táncról? Meséljetek nekem róla valamit. Hogy kell ezt? Hát arról, hogy az nem Magyarországon van, hanem szerintem én. Hát az előbb néztem meg a térképemet, és én szerintem Szlovákiában van gömör. Igen. És nagyon-nagyon-nagyon nagy. És nehéz tánc egyébként? Nem, nagyon könnyű szerintem, elég vékony. Szerintem egy kicsit sem nehéz. Szeretnétek-e győzni? Vagy már az is győzelem, hogy idáig eljutottatok, bár Bori már részben válaszolt. Tomi? Hát én szerintem. Én örültem volna, hogyha az elődöntőig is eljutottunk volna, tehát én nem szeretném megnyerni. Én inkább a nézőknek a díját szeretném megnyerni. Hát itt már nagyon erős a mezőny, de még az se baj, ha nem nyerjük meg, mert így is nagyon jó élményeket tudtunk szerezni a táborral, meg a többiekkel, a Martina csoporttal is. A Páva gyerekszériájának döntője december 18-án a Duna TV-n 19 óra 35 perckor kezdődik, ahol szurkolhatunk és szavazhatunk is Bori és Tomi sikeréért. És hogy milyen elánnal és milyen hangulatban készülnek a lurkók a döntőre? Nézzék csak! Újabb éhi majom született a Jászberényi Állat- és Növénykertben. Európai intézményekben az idei évben ő a hatodik kölyök, viszont Magyarországon csak városunkban található meg ez a faj.
A kicsiny neme és neve egyelőre ismeretlen, s nincs más dolga, mint egész nap szorosan kapaszkodni édesapja bokító hátába. Nagyjából egy évvel ezelőtt adtunk hírt arról, hogy megszületett az első szürkehasú bagolymajomkölyök a Jászberényi Állat- és Növénykertben. Novemberben újabb kis jövevény látta meg a napvilágot, így már négyre nőtt a családtagok száma. Ő az apuka, Bokító, a pici, aki a hátán van, ő egy másfél hónapos november 1-én született. A másfél hónapos kis éjmajom neme és neve egyelőre ismeretlen. A kicsinek nincs más dolga, még csak kapaszkodnia és ennie kell, hiszen szülei gondosan ápolják. Ezek az éjmajmok onnan kapták az elnevezésüket, hogy ők éjszakai állatok, nappal általában eredeti élőhelyükön valahol pihennek, és éjszaka járnak táplálék után. Ami nagyon érdekes ezeknél a bagolymajmoknál, vagy éjmajmoknál, hogy az apuka hordja a kölyköket általában, és csak a szoptatás idejére veszi át az anya. Európai állatkertekben az idei évben ő a hatodik kölyök. Az éjmajmok, melyeket éjszakai életmódjuk miatt kialakult, viszonylag nagy szemük miatt bagolymajomnak is neveznek, rácáfolnak nevükre. A türelmes látogatók a szülők hátán kapaszkodó kölyköt is könnyen felfedezhetik, az állatok számára kényelmesen berendezett kifutóban, mely a lisztmajmocskák szomszédságában található. Az eddigi vélemények alapján minden idők egyik legjobb jászsági évkönyvét mutatták be Jász Jákóhalmán, 34 szerző fordításait, interjúit, kutatásait, esszéit és könyvajánlóit olvashatjuk a kötetben. Advent harmadik vasárnapján felvillant az örömöt jelképező rózsaszín gyertyalángja is a Szent Háromság téren. A meghitt ünnepi hangulatot a Sepsi Szentgyörgyről érkező háromszék tánc együttes és a jászsági hagyományőrző egylet legújabb műsora tette felejthetetlenné. Önkormányzatok, vállalkozók, magánszemélyek támogatása és a beérkezett adó 1%-ok biztosítják a finanszírozási alapot a jászsági évkönyv megjelenésére. A tartalomért pedig a szerkesztő Pető László a felelős, aki idén közel 40 szerzőt vonultatott fel az eddigi vélemények alapján minden idők egyik legjobb jászsági évkönyvébe. Beszédes a csönd. A Jászság évkönyv Jász Jákóalmi bemutatóján egy perces néma főhajtással emlékeztek az elhunyt dr. Farkas Ferencre, aki maga is szerzője és szerkesztője volt a hagyományosan megjelenő kiadványnak. Már megint büszkék lehetünk arra, hogy településünk adott otthont ennek a rendezvénynek. Teréki Tünde polgármester házigazdaként köszöntötte a könyvbemutató résztvevőit, majd egy jelképes csokorban nyújtotta át a nemrégiben kiválóan minősülő helyi népdalkör jászsági dalait. A jászsági népdalok felfestette olykor kesergő, olykor szerelmes, olykor vidám és pajzán hangulat, azok sokszínűségéről árulkodik. Sokszínű, ahogyan a jászsági évkönyv is, 34 szerzőivel és változatos témáival. Idén én összeszámoltam, hát 34 szerző szerepel idén, a könyvtárosokon kívül, tehát közel 40 szerző van idén az évkönyvben, és ezek közül 90 olyanok, akik még eddig nem írtak az évkönyvbe, vagy nagyon kis lélegzetű dologgal rendelkeztek, tehát ez újság. És van három ifjú szerzőnk is, aki 30 alatt van, úgyhogy annak meg külön örülök, hogy van utánpótlásunk. A bemutató kihagyhatatlan eleme az első olvasói reflexió, melyet idén felkérésre Pócs János országgyűlési képviselő vállalt magára. Kedves jelenlévők! Látható, hogy így, míg aránylag rövidre fogva is terjedelmes a bemutató, de ez az olvasói visszajelzés, mert néhányukkal már váltottunk erről szót, mivel már néhányan bele is néztek, bele is olvastak ebbe a könyvben, az ő figyelmüket figyelembe véve ez az évkönyv színvonal, a korábbi magas színvonalat is felülmúlja. Mindez dicséri Pető László főszerkesztő és szerkesztő társainak munkásságát.
Az évkönyv kihagyhatatlan melléklete a Kármán Antal szerkesztette gazdasági rovat, ami 4 oldalon keresztül foglalja össze a megyei top 50 kiadványban szereplő gazdasági adatokat a jásság vonatkozásában. Ebből az is kiolvasható, hogy a top árbevételt hozó cégek fejlődésében Szolnok már dinamikusabb, mint térségünk. Tehát mindig vannak aktuális témák, vannak olyanok, hogy megjelennek könyvek, mint jelen esetben például a szőlőtermesztés, amit egy alapműnek tartottam, a Editkének a könyvét, tehát arról is írtam egy rövid szösszenetet, és felderítgetik van emberkéket, mint a Jákóalmáról elszármazott kanadai Laci, aki, hogy ott hogy érik meg a magyarságokat, ilyen dolgokat. Fodor István Ferenc több írása is megjelent az idei kötetben. A helytörténeti kutató nagy örömét fejezte ki, hogy az évkönyvben Jász Jákóalmi kötődésű történet és utalás is felvillan. A szerkesztés változatosságát mutatja, hogy a jászladányi zsinagóga történetéről, a peresi és homoki búcsúk erősödő hagyományán, vagy az 1900-as évek térségi kaszinóinak és kártyaköreinek működésén át a világháborús gyászüzenetek személyes vonatkozásain keresztül, egészen a Kodály módszert népszerűsítő kiváló zenepedagógusok élettörténeteig számos érdekes témát találunk az idei kötetben. Lefordítottam Makó Pálnak az elégiáit. Makó Pálról tudni kell azt, hogy ő egy jezsuita szerzetes volt, és amellett, hogy szerzetes, amellett a reál tudományoknak az ismerője, sőt, csodálatos előadója. Már a könyv nyitánya is különleges, mert Makó Pál jezsuita szerzetes és pedagógus elégiáinak fordításával találkozhatunk. Dr. Győri Gyula halála óta nem volt, aki átvette volna a latin nyelv gondozását. A verseket most Nagy János nézhette gondosan kidolgozott 6-verslábas hexameterekbe. Így képet kaphatunk a reál és tudományos gondolkodású katolikus szerzetes, szomorú hangvételű gondolatmenetéről. Lehetőség van az egyszerűsített honosítás eljárására, és arra voltam kíváncsi, hogy ez mennyire volt népszerű az erdélyi magyarok körébe. A 9 ifjú szerző egyike szerző Dorina, aki az anyaországi és erdélyi magyarok identitását vizsgálta és átadta üzenetüket, hogy a határon túl még kitart és felcsendül az ékes magyar szó. Török Kanadán polgármester 3 évig volt Jászberényben polgármester, nagyon nagy politikai kavarodások közepette. Ezt az izgalmas és nehezen kibogozható politikai időszakot dolgozta fel Kis Erika, Jászberény helytörténeti kutató. A bemutatón könyvajánlókat is meghallgathattunk. Ilyen például dr. Soba Györgyné a Jászberényi papság fél évezredes történetét összefoglaló különleges kiadványa, vagy Hortiné dr. Bató Edit a jászsági szőlőtermesztésről szóló könyvének kötetben szereplő ajánlója. Szerzői példány, jó? Ahhoz kérek egy programot. A teljesség igénye nélkül még számos érdekes olvasmány található az idei kiadványban, melyről a bemutató alatt több alkalommal is elhangzott, hogy jó reménnyel startol a minden idők legszínvonalasabb jászsági évkönyve elismerésért, mely remélhetőleg a megrendelői igényekben és a könyvesbolti eladásokban is megmutatkozik a karácsonyi időszakban. Múlt vasárnap második alkalommal rendezték meg a játékos napot a Leel Filmszínházban. A tartalom kibővült, mert a Rubik kockában anyagiasult logika és az egyre nagyobb teret hódító virtuális konzolvilág mellett az online kártyajátékok is helyet kaptak a rendezvényen. A Rubik kocka óriási karriert futott be az elmúlt 40 évben. Pont ez az innováció a játékban, ami a 2014-es jubileumi évben megihlette a játékos nap szervezőit, hogy érdemes szentelni egy napot a találmánynak, illetve a játéknak. Legyen az ilyen masszív, logikai és térlátást is fejlesztő agymunka, vagy egy konzolos játék ügyességi kihívása. Mindenképpen az a tapasztalat, hogy van értelme, hál' Istennek nagyon sokan jönnek, folyamatosan érdeklődnek, akár a Rubik kocka iránt, akár a PlayStation, akár a Kinect játékok iránt, akár pedig az új, jonnan bemutatott Hearthstone játék iránt. Nem is gondolnánk egyébként, hogy a városban milyen sokan tudják, vagy szeretnék kirakni például a bűvös kockát. Miért szeretnek játszani az emberek? Természetesen az emberek mindig szeretnek játszani, lehet az 0 évestől szerintem 99-ig. Úgy lehet leírni, hogy hányféle variáns van, hogy hányszor lehet kirakni egy ilyen kockát, és amiből csak egy a jó, az Donát, jól mondom, hogy 43x10 a 18-on.
Igen, igen, ez pontosan ez. Talán a matematika nyelvén ugye 43 után még 18 darab nulla, talán 43 trillió, ha jól mondják. Illetve, hogyha valaki másodpercenként egyet fordít a kockán, és ha minden variáns ki akar próbálni, akkor 1400 millió éven át forgathatja a kockát, minden variáns kipróbál. Ezt még én nem hallottam, de biztos így van. Nem is kell ismernie Jakus Donátnak a kiragások összességét, hiszen egy év alatt eljutott arra a szintre, hogy versenyen alig 16 másodperc alatt is megtalálta már a megoldást. Donát lett az első, azt mondom, egy tapsot mindenképpen megérdemel. 20,13 másodperccel. Donát 2014-ben éppen ezen a rendezvényen ismerkedett meg a kocka kirakás rejtelmeivel. Hogy tett ez az egy év? Hát nagyon sok gyakorlással, és hát nagyon sok gyakorlással igazából. Viszont, ahogy már mondtam, ez nem akadály akkor, hogyha tényleg szeretjük, amit csinálunk, és élvezzük. Mit szólsz a mostani felhozatalhoz? Ugye tavaly te itt ismerkedtél meg a kártyajátékkal, és lehet, hogy itt vannak a jövő évi kihívóid. Igen, nagyon, nagyon jó igazából ezt látni, igazából más. Mint ahogy tavaly láttam ezt a rendezvényt, viszont nagyon pozitív ez az egész légkör, és nagyon jó látni, hogy ilyen sok az érdeklődő. Donát mestere az elmúlt esztendőben Koca István volt, aki idén is számos világversenyen képviselte Jászberényt és Magyarországot. Ő a vakon kirakás egyik legügyesebb képviselője. São Paulo-i világversenyén például az 5. helyet hozta el. Donát ugye a tavalyi játékos napon fertőződött meg a kockavírussal, és ő már hivatalos VCJ versenyen is volt idén kétszer is. És Zsoltot is remélem, hogy előbb-utóbb sikerül elcsábítani versenyre, illetve a többieket is. Tavaly itt budapesti sztár vendégeink voltak, idén most úgy néz ki, hogy meg tudjuk oldani mi hárman csak Jászberényi versenyzők. Azért ez öröm, nem, hogy fejlődik itt Jászberényben a Rubikocka csapat? Igen, én évek óta ezt szerettem volna elérni. Idén is sokan voltak kíváncsiak a kockaforgatás rejtelmeire, akik között versenyt is hirdettek, a legjobbakat pedig a rendezvény végén díjazták. Csak az a lényeg, hogy kijöjjön. Milyen gyorsan rakjátok ki? Mennyire van ez a lényeg? Hát nekem másfél perc a rekordom. Az nem semmi. Nekem a legjobb a 35 másodperc. Okay. Lehet itt tanulni azért a srácoktól? Igen. Mit? Hát gyorsabb technikákat. Ez a pörgetésben új technika, vagy algoritmusokban? Hát inkább algoritmusokban. Mozivásznon, óriás tévén, konzollal vagy nélküle több játékot is kipróbálhattak azok, akik bejelentkeztek az előre kiírt időpontokra. Autós, akció, akkor őt be kell cserélni, és sportjátékokat is ki lehetett próbálni. Akkor indul a meccs. Szépen megy a Leicester. Okazaki próbál. Mit játszatok? Meséljetek róla. FIFA 16-tal játszunk. Igen. Én úgy látom, hogy elképesztően vágjátok, hogy milyen klubok vannak, milyen versenyzők. Igen, milyen... igen, nagyon szerettünk játszani. Azért örülök, hogy legalább egy évben egyszer tudok játszani ezzel. És akkor mindjárt kezdjük is a meccset. Ki az, aki nyerni fog szerintetek? Szerintem én fogok a Leicesterrel. Aminek a nyers fordítása azt jelenti, hogy szívkő, de igazából ez tűzkőnek és kandallókőnek becézik. A második játékosnap újdonsága az e-sportok új üdvöskéje, a Hearthstone online kártyajáték volt, melyet a jászfényszarúi Lumina Kornuklub képviselői hoztak el bemutatni a jászberényi találkozóra. Ebben az évben először csatlakoztunk a második játékos naphoz. Ide elhoztunk egy ilyen baráti, egy jó hangulatú versenyt, aminek igazából nincs nagy tétje, de mindenki el tud jönni, meg tud ismerkedni a játékkal, kipróbálhatja, mi megmutatunk mindent, hogy kell ezt játszani, meg egy ilyen mini versenyt csináltunk mellé, ahol jelenleg 5-en játszanak itt a mögöttem a háttérben is. Érdeklődnek-e a Hearthstone iránt? Igen, azt kell mondani, érdeklődnek főként fiatalok, bár ugye ez nem mondható el, hogy nem csak fiatalokat érdekel ez a játék, de itt hozzánk ide fiatalok érkeztek 14-től 16-17 éves korig. Kinek ajánljuk ezt a játékot?
mindenkinek, aki szereti a stratégiát, szereti a taktikát, aki szeretne egy kicsit belekóstolni ebbe a fantasy kártyajátékok világába, és akinek van elég ideje arra, hogy játszon. Miért szeretek a Hearthstone-nal játszani? Hát érdekes, és van benne kihívás. Dominik? Hát kell hozzá sok logika, úgymond, és így sokat kell gondolkozni, és saját magad építed össze, amit szeretnél, és lehet így úgymond kombózni alapokat, tetszik. Az ugrincsről félünk, mert nem tudok akkor damage-et tolni, mint te. Színes és számos élménnyel teli nap volt a múlt vasárnap, ahol ismét kiderült, hogy sok olyan játék létezik, ahol a szórakozás mellett a komoly agytorna, kimagasló koncentráció és precíziós kézügyesség is szükséges a jó eredményhez. Gémerek jövőre újra tölt, új verzióval, új kiegészítőkkel a harmadik játékosnak. Advent harmadik vasárnapján fellobbant az örömöt jelképező rózsaszín gyertya lángja a Szent Háromság téren. Az ünnepi meghitt hangulatot a Sepsiszentgyörgyről érkező Háromszék tánc együttes és a Jássági Hagyományőrző Egylet legújabb műsora teremtette meg. Csak jöttek és jöttek a gyermekek és felnőttek egyaránt december 13-án a Lehel Filmszínház nagy termébe, a Sepsiszentgyörgyről érkező Háromszék tánc együttes műsorára. Az Én Mesém című táncmese több mint egy órán keresztül szórakoztatta a közönséget. Így volt! Mese volt! De mi volt? Volt egy király, és annak vagy három lánya. Én Sepsiszentgyörgyről három! Nagy örömünkre szolgál, hogy eljöttünk ebbe a városba a turnén keretén belül. Ez a műsor egy olyan táncos műsor, amelyikben a néptánc elemeire alapuló táncok keretén belül mutatunk be egy mesetörténetet. Ezek a táncok több tájegység, Kalotaszeg, Mezőség, Gyimes, Elcsik részéről vannak, és egy egészet alkotnak úgy magában az előadásban. A történet kialakítása közben a lírai tartalma kiemelésére törekedtek az alkotók, folytatta az aligazgató. A táncnyelv sajátos eszköztára, a tánc, a mozdulat, a gesztus teremtő erejének egysége mellett fontossá lett a közös figura, a szerepformálás, valamint az akusztikai rétegek kiaknázása is. Természetesen, hogy van szöveg is egy ilyen mesejátékban, a gyerekeknek minél jobban előadni azt, amit akarunk, és hogy megértsék, épp ezért vannak óvodás gyerekektől elkezdve, akár 80 éves embernek is szól ez az előadás. Azért örvendezünk ezen a napon, mert már csak néhány nap választ el bennünket a megváltó születésétől, a karácsony ünnepétől. Greutter György káplán szavai nyitották meg a harmadik adventi vasárnap ünnepségét a Szent Háromság téren, mely előkészíti az év egyik legszebb ünnepét, a szeretet, a béke meghitt időszakát, vagyis a karácsonyt, mely hamarosan ránk is ránk köszönt. Milyen egyszerű dolog az örömökről beszélni. Demeter Sándor, a Nagyboldogasszony két tannyelvű katolikus általános iskola és gimnázium igazgatója az öröm fontosságáról beszélt. Arról, milyen csodás érzés teljes szívből örülni a másiknak. Tudunk-e mi mások örömévé válni? Oda tudjuk-e adni magunkat a másiknak? Fontossá jellé válni a számára, amikor csak neki vagyok, csak rá figyelek, csak vele vagyok. Azt gondolom, hogy az előttünk álló ünnepi alkalmak
nagyon jó lehetőséget biztosítanak mindannyiunk számára, hogy megpróbáljunk jelen lenni a másik számára, és örömet okozni neki. Az ünnepi köszöntők után Greutel György káplán és Demeter Sándor iskolaigazgató meggyújtotta a harmadik gyertyát az adventi koszorún, sorban a rózsaszínt, amely az örömet szimbolizálja. Meghagymázták az emberek és az állatok fejét. Bizonyám, december 13-a Szent Luca napja. Kevés olyan jeles nap van, amelyhez annyi szokás, hiedelem, jóslás, tiltás kapcsolódna, mint december 13-ához, Luca napjához. Ez a nap alkalmas volt a termékenység varázslására is, melybe besegítettek a Luca napi kotyolók, akik házról házba járva mondták termékenység varázsról rigmusaikat. A kentek hiányának akkora csöcse legyen, mint a bugyingós korsó, meg akkora nyelve, mint egy tepsi, azt úgy forgassa, mint a nagypénteki kereplőt. Luca, Luca, kicskocs, belegondja kettő, hajnalodik három, a pálinkát várom, a pálinkát várom. A hagyományokat folytatva a muzsikás együttes és Petrás Mária karácsonyi koncertje varázsolta vissza az ünneplő közönséget a Szentháromság térről a Lehel Filmszínházba. A muzsikás élettel teli zenéje közvetlen előadásmódja mindig és mindenütt lenyűgözi a hallgatókat. Karácsonyi koncertjük immár tradíció a fővárosban, de idén Jászberény is meghallgathatta ünnepi összeállításukat. A jászberényi kosárlabda csapat igen rossz őszi szezont produkált, hiszen mindössze egy győzelmet arattak még a szezon kezdetén a Falkó ellen. Azóta sorozatos vereségeket könyvelhettek el, melyek következtében a táblázat végén kötöttek ki. December 13-án vasárnap este az előttük álló MAFC ellen viszont már mindenki győzelemre számított. Az összecsapás végén aztán kiderült, hogy nem történt fordulat is, az újabb vereség edzőváltásba került. Jól kezdett kosárlabda csapatunk a Műszaki Egyetem ellen a sorsdöntő találkozón. Tramics Anyin talált elsőnek a gyűrűbe, majd a többiek is hozzájárultak a pontgyűjtéshez, és így a kiszünetben 27-19 állt az eredményjelzőn. A második negyedben is a Berényi Gárda dominált, jól játszottak, és mellette szellemes megoldásokat is produkáltak. Cseh György, valamint Kóhon zsákolása pedig igencsak felvillanyozta a hazai publikumot. Nem csoda, hiszen 44-33-at mutatott ekkor még a fali tábla. Itt aztán valahogy megállt a gépezet, a fővárosiak egyre nagyobb sebességre kapcsoltak, és a nagyszünetre mindössze csak 2 pont előnnyel mentek pihenni Sós Gáborék. A második játékrész kezdete után aztán azonnal kiegyenlítettek a vendégek, és ami a legbosszantóbb, hogy át is vették a vezetést, ami egyre növekedett, és 9 egységre hízott 30 perc elteltével. A záró negyedre beszállt Blaskovics László is, aki sorozatban 6 pontig jutott. Azaz ő tartotta a lépést a fővárosiakkal. Sőt, egy triplája is ült a gyűrűben. De mivel társai nem nagyon tudtak mit hozzátenni, így küszöbön állt az újabb vereség, ami kisvártatva be is következett. JP Topkop Jászberény, MAFC 75-89. Az első fél időben mi ezt a meccset eldönthettük volna, hiszen 10 pont fölött vezettünk, és egyszerűen értetlenül állok azelőtt, hogy a 10 pontnál, amikor annyival vezetünk, létszámfölényes támadásokba eladóhattuk a labdákat, amiből az hagyja, hogy nem mi dobtuk gólt és eldöntjük a mérkőzést, hanem mi kapunk. Ez egy elgondolkodható helyzet a számomra, természetesen nem fogok lemondani, hiszen én, amit elkezdek, azt megpróbálom végigvinni. Én nagyon sok meccsen kaptam már ki, de soha nem mentem azzal a szünetbe. Tehát megpróbálom végigjátszani. Aztán, ha a vezetőség úgy dönt, akkor nyilván megállapodás kérdése. Nos, a vezetőség a vasárnapi mérkőzés után kétszer is ülésezett, és meghozta döntését. Tegnap és tegnap előtt mind a két nap ülésezett az elnökség, és a sikertelenség miatt úgy döntött, hogy Forrai Gábort vezetőedzői pozíciójából felmenti, amit Gábor egyébként elfogadott. A holnapi naptól
Malik fogja a csapatot irányítani, és minden bizonnyal a szombati mérkőzésen is ő fog a kispadon ülni. A JKS vezetősége tehát a volt másodtrénert bízta meg ideiglenes jelleggel a vezetőedzői teendők ellátásával, akit nagyon meglepett a felkérés. Nem úgy készültem, jobban örültem volna, hogy ennek működne a csapat, ez is maradna mai napig a vezetőedzőnk, de hát ilyen ez élet, ez a profi sport, most ez van, és örülök a fölkérésnek, örülök inkább a bizalomnak, ami elnökség úgy gondolják, hogy én képes vagyok ez a csapatnak a szombatig vezetni. Malik régóta Jászberényben él családjával, akiben egy nagyon szimpatikus sportembert ismerhettünk meg. Számára mindig a munka volt a legfontosabb, és ezt vallja mai napig is. Így nem meglepő, hogy Kaposvárott is győzelemre szeretné vezényelni csapatát. Aki engem ismer, én a munkába hiszek. Én dolgozó ember vagyok, egy kis dolgozó ember vagyok. Én a munkába hiszek, tőlük azt fogok kérni, azt várok tőlük, hogy minden idő, aki JKS-en mezen viszel, ez SSM-el van rajta, értekelje meg, ezt tegyen érte. A kaposvári mérkőzést december 19-én szombaton rendezik, 18 órai kezdettel. A Jászberényi Birkózóklub versenyzői befejezték az idei év küzdelem sorozatait, és december 16-án egy mini ünnepségen edzőjük Száraz Tibor értékelt az elmúlt 12 hónapot. Az eredményes évet maguk mögött tudó sportolók évzáróján Nagy András, a Jászberényi Önkormányzat Humán Erőforrás Bizottságának elnöke is jelen volt. December 16-án szerdán este a Leálvezér gimnázium emeletén lévő birkozó edzőterem létszáma ezúttal igencsak kibővült. Az évzáró mini ünnepségen a felnőtt sportolók mellett jelen voltak az utánpótlás tagjai és a szülők is. A birkozók fejlődését, előre menetelét a Humán Erőforrás elnöke is elismerte. Hogy felnővőben vannak, arra ékes bizonyítékot szolgáltattak tegnap délután, amikor a Jászberényi diákolimpikonokat, akik az országos döntőben első, második vagy harmadik helyen végeztek, azokat az önkormányzatban köszöntöttük, és ajándékot is adtunk át. Birkózók is voltak az edzővel a diákolimpiát nyerni, ahogy nyilvánvaló nem csak testi erőkkel, szorgalom, lelkesedés, hanem ész is, és világosan tudjuk réges-régen, hogy a birkózóknak ravasz, kifinomult, huncut, esze van. A Jászberényi Birkózók 2015-ös versenyébe a vezetőedző szerint kiemelkedőnek tekinthető. Ebben az évben egy sporttörténelmi eseménnyel zártuk az évünket, hiszen a Jászberényi birkózás történetében most szerepeltünk a legjobban, tehát ilyen még soha nem volt Jászberényben. 258 olimpiai pontot gyűjtöttek a versenyzők. Az éremgyűjtést az edző lánya Száraz Vivien kezdte néhány évvel ezelőtt, és a ranglétrán haladva a magyar bajnoki aranyérmeken túl EB és VB pontszerző is lett. De lassan követni fogják őt a fiúk is. Diák kettővét van, Bozsovics Krisztián például a kötött fogású diákolimpián harmadik lett, illetve a szabad fogású diákolimpián második lett. Beszteri Mirál magyar bajnokságon bronzérmes lett, Beretki Szabolcs 26 kilóban a legkisebb súlyú magyar bajnokságon bronzérmes lett. Tehát ilyen egy évben, hogy ennyi jó eredményünk lett volna, ilyen még soha nem volt. A vezetőedző azt is elmondta még, hogy egyre bővül a létszám, hiszen már óvodáskorú birkozó palánták is járnak hozzájuk foglalkozásra. Ehhez kapcsolódóan jó hír, hogy munkájukat az önkormányzat továbbra is támogatni fogja. Azt ígérhetem, mint mondottam, a bizottság figyelni fogja különös tekintettel a birkózókat is, ezt az egyesületett szakosztályt is, és a lehetőségekhez képest támogatást fog adni ugyanúgy, mint eddig. A mini ünnepség végén Száraz Tibor bejelentette, hogy az egyesületet hivatalosan is bejegyezték, és Jászberényi Birkozóklub néven kezdik a 2016-os esztendőt. Ezt követően zárásként a Mikulás csomagok is gazdára találtak. Mi a város 2016-os költségvetési koncepciója, milyen elképzelések alapján fog pályázni a városvezetés, összefoglaljuk a képviselőtestület jövő évi terveit. Egy új országos ranglista szerint a Jászberényi Leálvezér Gimnázium a második legjobb középiskolai intézmény hazánkban. Bemutatták az idei jársági évkönyvet, mely az eddigi vélemények alapján minden idők legjobbja lehet. Felvillant a rózsaszín gyertya lángja is a városi adventi koszorún. Eddig a Berényi Hírmondó ezen a héten, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat keressék a Jász Trió Televízió Facebook oldalán. Ez évi utolsó hír összefoglalónkkal pedig december 24-én, tehát szenteste fogunk jelentkezni, addig is minden jót.
szeretetteljes felkészülést kívánok önöknek a karácsonyra. Viszontlátásra! A stúdió díszletet a Perlaki Reklámstúdió készítette.